Kacsaláb. Barátmese. Kata pár nappal múlt tíz éves. Szőke hullámos haja, pisze orra és huncut mosolya miatt pont úgy nézett ki, mint egy mesebeli tündérlány. Kata volt a földkerekség legboldogabb tíz évese. Valójában nem volt oka a nagy boldogságra, de neki nem is kellett túl sok. Különleges tulajdonsággal áldotta meg ugyanis a sors. Kata minden apró dolognak tudott örülni, olyan apróságoknak is, mint egy fűszálon napozó katicabogár, egy pipacsos mező, vagy ha a kórus próbán valami igazán szép dalt gyakoroltak. A közös éneklést nagyon szerette. Valósággal felvillanyozta a gondolat, hogy az egyesével alig hallható vékony kis gyerekhangok milyen nagy erővel bírnak, mikor egyszerre szólnak. Nem is igazán értette a társai nyűglődését. Minden próba előtt nyafogtak. Jaj, most nincs kedven próbálni, mondta az egyik. Már megint kórusra kell menni, panaszkodott a másik. Túl sokat nem is foglalkozott velük, nem hagyta, hogy az ő kedvét is elvegyék az énekléstől. Mint egy kis pillangó szinte röppent felfelé a második emeletre, ahol már gyülekeztek a társai a kórus próbára. Miután Kata nem volt nagy növésű, Dóra néni a második sor jobb szélére ültette még az évelején, oda, ahol a magasabb hangulányok lányok ülnek. A kórus vezető régóta ismerte Katát, mert Kata testvérei is ugyanabba az iskolába jártak. Mind a kilenc hajnalgyerek. gyerek. Katáék ugyanis kilencen voltak testvérek. Ő volt a legkisebb. Utána következett a hatodik osztályos Tamás, az ikrek, Júlcsi, Bori és Sára a ballagásukra készültek. Anna másodikos gimnazista volt, Ádám érettségi előtt állt. Márton egyetemre járt, a legnagyobb testvérük, Klári pedig már nem élt velük. Előző nyáron ment vérhez. Hatalmas lagzi volt. Kata még most is sokat gondol az esküvőt megelőző hetekre. Milyen izgalommal készült az egész család. Kata és a lánytesói voltak a koszorús lányok. Ők vitték Klári végtelenül hosszú fátylát. Kata imádta Klárit, és nagyon boldog volt, amikor a nővére odasúgta neki az esküvő előtt elteszem neked a fátlat. Sőt, ha szeretnéd, a mennyasszonyi ruhát is. Hogyha megnősz, te is ezt vehest fel az esküvődön. A szertartásról nem maradt túl sok emléke, mert képzeletben már a saját esküvőjén tipegett be apukája oldalán a templomba, a végtelen hosszú fátyollal a fején. A tanórákon is sokszor elkalandoztak a gondolatai, szeretett történeteket szőni, és nem is kellett túl sokat ötletelnie, egy elhibázott matekháziból is remek móka kerekedett, ha szabadjára engedte szárnyaló fantáziáját. Csak az volt a baj, hogy Magdi néni, a tanító néni általában nem fogadta túl nagy lelkesedéssel ezeket a kalandozásokat. Ilyenkor erélyesen szólt Katára. Ha nem figyelsz az órán, könnyen bajba kerülhetsz. Az osztály rendszerint visszafolytott vihogással figyelte a jelenetet. Pláne azért, mert Katát egyáltalán nem viselte meg az osztályfőnök szigora. Nem, mintha szemtelen gyerek lett volna, csak egyszerűen úgy gondolta, Magdi nek igaza van, és csak azt teszi, amit ilyenkor egy tanárnak tennie kell. És hogy egészen biztosan ne haragudjon rá a tanítónéni, ilyenkor füligérő szájjal kért elnézést, és még arra is gondot fordított, hogy az osztálytársak felé is küldjön a mosolyából egyáltalán nem érezte úgy, hogy rajta nevetnének, és kifejezetten tetszett neki, hogy meg tudja kacagtatni őket. Pedig a gyerekek nagyon sokat gúnyolottak Katán a háta mögött. Kis récének csúfolták, mert az egyik iskolai olvasmányban arról volt szó, hogy egy kacsa családban akár kilenc réce is születhet, akár csak Katáéknál. Ráadásul, mivel Kata balettozott, jellegzetesen kifelé tartotta a lábfejét, a többi gyerek számára utánozhatatlan pózban. Ha észrevette, hogy nevetnek ezen a társai, még kicsit rá is játszott a csámpázásra. Imádott bohóckodni, és mivel az ő szívében nem volt helye rossz indulatnak, fel sem merült benne, hogy a gyerekek nem csupa szeretettel fordulnak felé. Kata nem csak a világot látta szépnek, a legtöbb emberben fel tudott fedezni valami szeretnivalót. Volt egy osztálytársa, akit gyakran értek hazugságon. Kata sosem haragudott rá. A szívében melegséget érzett, és azt, hogy bárcsak tudna segíteni neki, hogy ne kényszerüljön soha többé hazugságra. Zsuzsi kicsit pufi volt, de ő szépnek látta a szeplős kerek arcát. Flóra meg kifejezetten bézna, minden ruha lógott rajta, de Kata őt is szépnek látta egy törékeny, nyakig babának. A kórus próbán Jászmin ült mellette, akinek nagyon gazdagok voltak a szülei. Mindig illatos volt és gyönyörű ruhákat viselt. Kata szerette az illatát, és nem törődött Jászmin lesajnáló pillantásaival. Jászmin ugyanis el sem tudta képzelni, Kata hogyan járhat ilyen ruhákban. Kata meg azt nem tudta volna elképzelni, hogyan járhatna másmilyenekben. A tengerész csíkos pólomat sárától örököltem. A farmer szoknya annáé volt. De a legbüszkébb a cipőmre vagyok, mert azt a bátyáim hordták. Büszkélkedett éppen aznap reggel Rebekának. Vettek a szülei szép új ruhákat is neki, mert nem voltak szegények. Ám ő szerette hordani a testvérei kinőtt holmiait. Úgy érezte, így vele van mindig egy darabka belőlük. Rebeka volt az egyetlen az osztályból, aki nagyon jól ismerte és szerette Katát és a családját. Egyházban laktak. Gyakran járt át hozzájuk, sokszor náluk is aludt. Alig várta ezeket az estéket. Katáéknál pesgett az élet. Nem kellett hozzá ünnepnap, hogy sokan üljék körül az asztalt. Mindig akadt valaki, akinek volt kedve társasozni. A nagyok nézték át a kicsik házi feladatát, és mindenki csinált valamit, amivel segíthette a szüleit. Kata mamája ragyogó szépségű hegedűművész volt. Annyi szeretet lakott a szívében, hogy bőven jutott belőle Rebekának is. Amikor felmerült, hogy a kislány megint náluk aludna, kacagva mondta az anyukájának, ahol elfér ennyi gyerek, ott elfér egy vendéggyerek is. Egyedül Rebeka látta olyannak Katát, amilyen valójában volt, és nagyon fájt neki az osztálytársai gonoszsága. Leginkább azért haragudott magára, mert sohasem volt elég bátor kiállni a barátnője mellett. Félt attól, hogy őt is csúfolni fogják a háta mögött, ha megtudják, milyen jóban vannak. Rebeka katáik mögött ülve nézte, ahogy Jászmin méricskéli a barátnőjét, majd Grétával sutyorognak és kinevetik őt. Kata is velük akart nevetni. Mit nevettek, lányok? kérdezte halkan. A lányok egymásra néztek, és egyszerre hápogni kezdtek. Erre Dóra néni is felkapta a fejét, de nem tudta, honnan jön a hang. Így hát folytatta az új kórus műbetanítását. Jázmin azonban nem hagyta annyiban. Újra hápogni kezdett. Ezen persze már egyre többen nevettek. Dóri néni megint fölnézett a kottából. Megkérdezhetem, hogy ki hápogott? Természetesen senki sem válaszolt. Majd amikor a kórusvezető újra a kottájába merült, Jászmin egy hasbeszélőt megszégyenítő ügyességgel, szinte zárt szájjal ismét egy nagyot hápogott. A gyerekekből kitört a nevetés. Legjobban Kata nevetett, még a könnye is kicsordult. Dóra néni talán emiatt gondolta, hogy az osztály bohóca zavarhatta meg a próbát, én immáron sokat szorra. Kata, állj fel! Kata azonnal felpattant a székről, de a nevetést egyszerűen nem tudta abba hagyni. Mit szeretnél mondani? kérdezte a tanárnő. Kata még mindig nem tudott megszólalni, annyira nevetett. Dóra nénit nagyon felbosszantotta a helyzet, és hiába tudta, hogy Kata valójában nagyon aranyos kislány, kizavarta a teremből, majd utána kiáltott. Neveletlen kiskacsák, sajnos nem jöhetnek velünk a művészetek palotájába koncertezni. A teremben síri csend lett, mert azt azért a szíveméjén minden gyerek tudta, hogy Kata mennyire szeret énekelni, hogy neki van a legszebb hangja a kórusban, és hogy mennyire várta a közös szereplést az anyukájával. Kata megtorpant az ajtóban. A nevetés könnyeit valódi könnyek váltották fel. Visszanézett a társaira, de nem szólt semmit. A mindig vidám, csillogó szemekből most két szomorú kis patak csordogált. Rebeka nézte, ahogy a barátnője kisonfordál a teremből, és amint becsukódott az ajtó, Kata mögött felpattant a székről. A sok-sok igazságtalanság szinte szétfeszítette a melkasát. Dóra néni, nem Kata hápogott, hanem Jázmin. Kata sohasem hápogna. Neki a kórus éneklés varázslat, mindig ezt mondja. hogy hogy nem tudja ez Dóra néni? Mindenki csak nevet Katán, kis técének csúfolják, és hápognak a háta mögött, csak mert sokan vannak testvérek csúfolják, mert azt hiszik, hogy szegény, pedig ő a leggazdagabb. Nektek fogalmatok sincs arról, mi is az igazi gazdagság. Kata nem csak használt ruhákat örököl a családtagjaitól, hanem sok minden mást is. A legnagyobb nővére eszességét, az ikrek szorgalmát, a legidősebb bátya kitartását, a legkisebb bátorságát, az apukája humorát és az anyukája szépségét. Kata nem csak kívül szép, hanem belül is. Ő sosem tudna bántani benneteket úgy, ahogy ti bántjátok őt mindig. Dóri néni, ha Kata nem mehet a koncertre, akkor én sem szeretnék menni. Kata nélkül ez a kórus csupa hamisság. Rebeka miután befejezte a mondandóját, rémülten körbenézett és kirohant a teremből. Valójában ő maga sem hitte, hogy tényleg ilyen bátor tudott lenni. Legnagyobb meglepetésére Kata ott állt az ajtó mellett. Rebeka látta a barátnője tekintetében, hogy az mindent hallott. Némán álltak egymással szemben. Kata megfogta Rebeka remegő kezét. Köszönöm, mondta. Tényleg én vagyok a leggazdagabb. Nekem van a legnagyszerűbb barátom a világon. Háp, háp, fűzte hozzá. Majd jellegzetesen csámpás lépteivel elindult az udvar felé, maga után húzva a barátnőjét. Mindketten tudták, hogy ők ettől a naptól fogva Elválaszthatatlanok.